Kicsit. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Elvileg most így jó vagy, mehetsz. Itt az NB3-as nyugati csoportos mérkőzésen, amelybe a 8. fordulót rendezik Székesfehérváron. Pedig a második csapat talál ki, aminek érdekessége, hogy többségében fiatal játékos. 16-17 évesek. Ötödik percben pedig egy videóton bedobás következik, egy gyönyörű ajkai tisztázással. Nézzük meg, és... Bíró pedig szól a fehérvári játékosnak, hogy maga elé kéri, figyelmezteti, hogy
Balozz egy kicsit, nyugi! Ne vidd vissza! Együtt, komo! Ismét egy kis szünettel visszatértem. Az állás továbbra is 0-0 itt Székesfehérváron. Közben pedig egy Ajka érzett kibontakozóba, és a tisztázás vezet az Ajka 1-0-ra. Nagyon jó. Csizmadi a góljával megszerzi a vezetést az Ajka a mérkőzés 13. percében. Gyors vezetés kellett és meg is lett Csizmadi a révén. A listavezetőtől úgy gondolom, hogy ez egy el is várható teljesítmény, hogy minél jobban a mérkőzés elején magukhoz ragadják az alkalmat. És középkezdésről jön a mérkőzés 12. percéből a Molvidi másodcsapata. 1-0-ás hátrányból persze. Nézzük meg. Mit tudnak-e rámálaszolni, ha persze tudnak. Hátul lejátszanak a vendégek, egészen hátra a kapusig. Majd egy nagy előreívelés, próbálnak választani, de sajnos pontatlan volt. Tehát még egyszer elmondom, hogy külön érdekesség a hazai csapatnak az átlag életkora olyan 19-20 év köré tehető, hiszen teli van tüzelve 16-17-18-19 éves játékosokkal. És ha jól tudom, emlékeim szerint csak 3 darab 20 éven felüli van az egész keretbe. Jelenleg a Molvidi az NB3-as nyugati bajnokságnak a 8. helyén áll. Eddig 7 mérkőzésből 2-t nyertek, 2 döntetlent játszottak és 3-szor kaptak ki. A legutolsó 2 mérkőzésen egyébként kikaptak, úgyhogy próbálják megtörni a jeget. Eddig nem látszik, hogy hogyan akarják. Hátul játszogat az Ajka. Csemernél a labda. Megpróbálják minél jobban magukra húzni, és talán az ívelgetést próbálják majd erőltetni a vendégek. Keresik az embert, most indul be Nagy, de nem hozzáment, de nagyon szépen megszerezte a labdát, és meg lett indítva Nagy, és a védők pedig kivágják. Szöglettel folytatódik a mérkőzés 15. perce. Egyből ráindítottak az ajkai drukkerek. Kicsit furán helyezkednek el most a vendégek. Most indulnak be a 16-oson belőle, szépen lazán. Nagy pedig szöglethez készül. Nézzük. Védő fejelte ki, és egy távoli lövést lett volna terve. Sajnos nem sikerült. Jól. De ott lehetett még egy. Olá próbálta meg. Közben pedig a játékvezetőnek szól a játékos, hogy alá feküdt, és nem ítélt semmit. A játékvezető szinte meg se hallgatta. Tehát az előbb a Molvidinek a statisztikáját mondtam, akkor most elmondanám az Ajkáit is. 7 mérkőzésből 6
győzelem született és egy döntetlen. Közben szélen egy indítás. Szépen harcol a vendég a labdáért. És nagyon szépen kijátszott a szögletre, megint egy veszélyes helyzet lehet Ajkai részről. Kérdés, hogy kihasználják-e. Csemer ballag a labdáért. Ő végzi el a szögletet. Beadás. Ez nem sikerült túlságosan. A legutolsó fordulóba a vendégek Bozsik Péter csapatát verték meg 1-0-ra. A Komáromat. Még a Molvidi pedig kikapott 3-2-re a Dunaharaszti MTK-tól. Szép nagy bedobás. Majd a védők kifejelik. És megpróbálnak ebből elindulni. Nézzük meg, hogy lesz-e helyzet ebből. Nagyon nagy iramba indultak meg. És gyönyörű Ajkai védekezés. Nagyon szépen előre játsszák. Olá. Olá szépen megtartja a labdát, majd lepasszolja. Hátra. És megint mehet a passzolgatás. Szélről be középre. Nagy eddig, vagy Olá eddig nagyon jól játszik. Megint középre, és majdnem sikerült megszerezni a fehérvári gárdának a labdát. Egyébként időjárás tekintve nagyon jó időt fogtak ki a játékosok, ugyanis az utóbbi napokban pedig nagyon hűvöskés volt az idő. Most pedig egy kellemes, talán pólós idő mondhatni. Játékosoknak mindenképp. Ugyan megcsúszott sem már, de nagyon szépen vitte végig. Ugyan blokkolták a lövést. De jó volt, a szurkolóknak is mindenféleképpen tetszett. Egyébként nem lehet mondani, hogy telt ház lenne, de a vendégek érkeztek többségben abszolút. Valamiért a hazaiak, vagy a hazaiakat nem hozta lázba ez a mérkőzés. Inkább közel 80-90 kilométerre jöttek a vendégek. Szépen kivágják. Egyébként a Fehérvár vezetőedzője pedig Toldi Gábor, aki ebből az évben irányítja a csapat, hazai csapatot. De most mindenféle... És az utóbbi három bajnokin egy pontot tudtak szerezni, ez egy meggyőző teljesítmény. Még Schindler tanítványai 3 meccs, 9 pont, tehát mindegyiket szépen okosan behúzták. Bedobás. Hibára akarják kényszeríteni a fehérváriakat. Ez többnyire eddig sikerült. Mert azért sok eladott labda van hazai részről. Nagyon szépen megtartja az ajkalabdát, és egy gyönyörű csellel ment volna tovább.
vendégjátékos, de ez most sajnos nem jött össze. Egész pontosan Olá. A kapus pedig még bent tartja. Horváth. És előreívelés, amit az előbb mondtam, hogy benne van a játék menetébe, hogy inkább magukra húzzák, és az előreívelgetés választják, eddig tényleg úgy is néz ki. Közben a fehérváriak a szélt választják. Nézzük, meddig tudnak eljutni. Nagyon nyugodtan vált védekezni az Ajka. És egyedül kettő ember között elment a fehérvári játékos, és lest jelzett a bíró. Úgyhogy most egy ideig felszabadul a vendégkapu. Szép nagy kirúgás. Egyébként a góllövő listát pedig Nagy vezeti 7 góljával, és utána pedig Olá jön a maga 6 góljával. Tehát a bajnokság góllövő listáján első kettő helyén egy Ajkai játékos szerepel. De itt még nem ért végét a kör, ugyanis még a 6. helyen Horváth Péter a maga 4 találatával van bejegyezve. Szabad rúgás. Hát, talán ez egy beadás lesz, beívelés. Onnan rávállalni kicsit rizikós, de nem lehetetlen. Hát ez egy 28-30 méter. Balra-balra, másik balra, ezt tetszett. És rávállalja a játékos, de a védők pedig blokkoltak. Szépen. Nem szabad levegőhöz jutni a fehérváriakat. Nagy nagyon szépen továbbívelte, de kissé pontatlan volt. És még nincs vége a körnek. Most egy picit felszabadulhat a Fehérvár is egyébként. Tehát a korokra utalva egy olyan jó 20 év a hazaiak átlag életkora még. A vendégeké 24 és fél, 25 között mozog emlékeim szerint. Tehát még hazaiak fiatalok, de ahogy elnézem itt a pályán rohangálva őket, talán a testi fölények kijöhet a vendégeknek. Ugyanis fizikálisabban sokkal, vagyis fizikális állapotuk szerint sokkal jobban össze vannak rakva. És megint egy szabálytalanság. Kis passz. Többen nem is figyeltek addig fehérvári részről, gyorsan el lett végezve. Itt a szélen itt Olá kéri a labdát, nem veszik észre. A másik szélt próbálják átjátszani. Most veszik észre Oláhot, Olá pedig lepasszolja Csemernek. Csemer kiarcolhat egy nagy helyzetet, Csemer beadja. Visszafejlés, oda-vissza. Nagyon jó. Csemer beadhatja. Nem volt teljesen tiszta. De ismét Csemernél. Nagy lövés. Szép helyzettel. Szép volt. Közben pedig több hazai játékos idegeskedik. Úgy gondolom, hogy érthető okokból. Ha így játszanék, én is idegeskednék. Partjelző érzi, hogy Ajka jöhet Tatcsa.
Egyébként Schindler Szabolcs még az Ajka vezetőedzője. Pár éven keresztül játszott itt Fehérváron, tehát jó érzés lehet neki ide visszajönni. Ugyan pontos dátumokat nem nagyon tudok jelenleg mondani, de ezen próbálok változtatni. Közben pedig az Ajka próbált helyzetet kialakítani, eddig nagyon jól, és épp hogy a kapus résen volt, az befért volna az alsóba nagyon. Tehát Schindler Szabolcsról volt szó, hogy ő a Fehérvárnál fordult meg, igen, hisz ez volt az első profi klubja. 1996-tól 1999-ig játszott itt. Úgyhogy külön és talán szeretne bizonyítani, hogy edzőként is jó volt itt, és vagyis, hogy játékosként is jó volt itt, és edzőként is jól tud ide visszatérni. Ajjaj, közben pedig Fehérvár próbálja, vagyis hát próbálta végigvinni a labdát, de Csemer pedig valami nagyon brutális gyorsasággal leszette a játékosát a pályáról. És beadás, és éppen hogy csak kimarad a helyzet. Húha. Éppen hogy csak. Közben pedig kettő labda van a pályán. De hát ez senkit nem érdekel. Rúgj a labdát, öreg! Rúgj a labdát! És most van csak egy labda a pályán. Hát szerintem, hogyha kettővel játszanának, akkor is az Ajka állna jobban. Eddig sokkal veszélyesebb volt a vendégcsapat. Így közel fél órával a meccs kezdése után. Megint egy bedobás. És ismét egy szöglet. Szöglettel boldogíthatják az aljakat. Talán komoly helyzet adódhat belőle. És a szurkolók is elkezdik az ajkázást. Szeretnének most ők is egy gólt látni. Nézzük meg. Felugranak-e, vagy nem? Nagyon sokan elhagyták a labdát. Ide-oda pattan. De a fehérvári kapus megfogja. Közben az Ajka pedig megint labdát szerzett. És szélen megpróbálták indítani csapattársukat, ám nem sikerült. Egy fehérvári közbeszólt. Bíró tovább engedte a játékot, annak ellenére, hogy egy vitatható helyzet volt. És szöglettel folytatódik a játék. Ha jól látom, és jól is látom. Beadás. Van ráérkező, és egyenlít a Székesfehérvár. Szinte nem is volt rá jel, hogy egy egyenlítés is benne van a futball ilyen. 31. perc és X-re állnak a csapatok.
Még ebben a félidőben még van bőven idő, tehát még ki lehet harcolni talán egy-két fontosabb helyzetet, és lőni egy-két fontosabb gólt. Közben a fehérvári játékosok is visszaállnak. És megy a passzolgatás. Megint megpróbálják talán magukra húzni. Így van. Megpróbálják magukra húzni majd egy indítással. Pontosan így lett, ahogy mondtam. Olá, nála a labda. Nagy. Kényszerítőzni próbáltak, Olá és Nagy. Nem jött össze. Ajjajjaj. És elhagyta a fehérvári játékos a labdát. Olá. Lehet Csemerhez. Csemer, nem lehet felborítani. Közben egy igen fura kezezést láthattunk. Megigazította a labdát maga előtt Csemer, amit a játékvezető észre is vett. Nézzük. Hátra a kapushoz végzik el a hazaiak. Megpróbálják szélen kiúzni a játékot. Pontos labda is ment oda. De egy abdai labdaszerzést láthattunk. Ez pedig fújja a játékvezető. Nézzük. Les. Helyett mégse. Nem is értettem ezt a karjelzést. De bedobással jöhet a fehérvár. Még egy bőt maradt hátra ebből a fél időből. Amiben azért még sok minden változhat. Többek között az eredmény is. Nagy kimegy védőjére, és hibára kényszerítette a fehérvári játékost. Amivel egy komoly helyzetet is ki lehet alakítani, hogyha jól sikerül a bedobás, majd a passzolgatás, és a kapuig rá tudják vinni rendesen. Így van, 16-os sarkánál játszogatnak. Keresik a szabad területet. Beadás. Olához. És kifele ítél a játékvezető. Kezezésért. Közben pedig egy iszonyatosan pontatlan labdát láthattunk. Nem jó. De ez még be van szedve. Csemer is kérte a labdát közben, és most meg is kapja. Lenn a szélen játszanak a játékosok. Csemer szélen kéri, kapja is. Mit tud vele kezdeni? Nagyon szépen megtalálja az emberét. Csemer. 16-oson belül. És nem jó. Ismét egy eladott labda. Kovács hátra. Megint hátul lejátszogatnak. Így van. Talán megint az előreivel is választják hamarosan. Nem azt választották most kivételesen. Ajkai bedobás.
És az egyik játékos úgy döntött, hogy megnézi a gyep minőségét ismét, de aztán gyorsan felállt, miután a játékvezető jelezte, hogy ez semmi nem volt. Szépen átjátsszák jobb szélre. Ajkai bedobás, egész közel a kapuhoz. Nézzük, mit kezdenek ezzel a helyzettel, lehetőséggel inkább. Eddig semmit, szabálytalanság volt. Fehérvári játékost fogja figyelmeztetni a játékvezető, a sporttárs. Ez egy veszélyes. Ha jól látom, Csemár végzi el. Beadás, szépen kanyarodik. És az üresen érkező Csizmadia nem tudta megszerezni a második találatát. Hát, ebből nagyobb helyzet is lehetett volna. Közben pedig Pákainál akadtak problémák. A csapatorvos azonnal érkezik. És Pákai pedig magyarázza, hogy kifordult kicsit a bokája. Vagyis inkább a térde akadt le. Csemár bedobás. Tessel nem jött össze Olá részéről. A fehérváriak próbálkozhatnak. És emberelőnyben van egy kicsit most a fehérvári csapat, de Horváth szépen szedett. És most kicsit meg is állíthatja a játékot. Közben ismét melegít cserejátékos a vendégeknél. Közben pedig szélen játsszák meg azzal a labdát. Talán találnak egy kis rést. Szabad rúgás. Hátul találtak csak üres embert a fehérváriak. És próbálkoznak egy-két csellel. Nézzük, Horváth kigurítja oldalra, és a szélen próbál, szélről indították be Oláhot, és nagyon szépen Olá elé került a labda, amit a játékvezető lefúj. Tehát érdekes, Oláhot látta
szabálytalannak a játékvezető. Negyvenegyedik perc. És az állás továbbra is 1-1. Itt a Sóstóin. Megint szélről próbáltuk meg bejátszani. Közben pedig a nézőket megjutalmazza. Fehérvári játékos egy labdával. Úgy kirúgta. Csemer megy labdáért. Ő kéri. Csemer kéződődik be dobáshoz. Csemer megint be akarja dobni, de nagy az értetlenség. És szép nagy bedobás, amiből talán helyzet is lehetett volna. Na ez volt a kéz. Csemer nagyon szépen harciasan játszik. Lövés, Horváth pedig tökéletesen véd. Nem tudom, hogy a második fél időre mi lesz a koncepció, de változás kell mindkét csapatnak, mert ez, hogyha így megy tovább, ez egy erős X gyanús mérkőzés. Nem találnak nagyon fogást egymáson. Pontrúgásokat pedig ki kell használni. Úgyhogy mindenféleképp muszáj valamit változtatni. Nyugalomra inti a fehérvári játékos csapattársait. Lassan következik a pihenő is. Továbbra is 1-1. Hú. Nagyon pontos adás. Feladótól a címzettig tökéletes volt a leadás levétel. Na nézzük. Talán a vendégek most találnak fogást. Eladott labdával nem, de hogyha ibára kényszerítjük őket, abból lehet valami, de nem így. Arra is kell ott embernek lennie. Gyönyörű becsúszás, abszolút labdára ment. Csemert próbálják megjátszatni. Pontatlan most a játék, nagyon. Gyönyörűen jött ki Horváth a kapujából. Gyors még leúszta fehérvári támadó előtt labdát, és a bíró pedig lehúzza a mérkőzés első fél idejét hosszabbítás nélkül. Lesz mit változtatni a csapatoknak. Az eredményen kívül is. De eddig egy visszafogott, szolid meccsen Székesfehérvárnak a Olvidi másodcsapata 1-1-es döntetlenre áll az Ajk. Hamarosan visszatérek én is a játékosokkal együtt. Így van. Talán megint az előreivel is választják hamarosan. Nem azt választották most kivételesen. Ajkai bedobás. És az egyik játékos úgy döntött, hogy megnézi a gyep minőségét ismét, de aztán gyorsan felállt, miután a játékvezető jelezte, hogy
ez semmi nem volt. Szépen átjátsszák jobb szélre. Ajkai bedobás, egész közel a kapuhoz. Nézzük, mit kezdenek ezzel a helyzettel, lehetőséggel inkább. Eddig semmit, szabálytalanság volt. Fehérvári játékost fogja figyelmeztetni a játékvezető, a sporttárs. Ez egy veszélyes. Ha jól látom, Csemár végzi el. Beadás, szépen kanyarodik. És az üresen érkező Csizmadia nem tudta megszerezni a második találatát. Hát, ebből nagyobb helyzet is lehetett volna. Közben pedig Pákainál akadtak problémák. A csapatorvos azonnal érkezik. És Pákai pedig magyarázza, hogy kifordult kicsit a bokája. Vagyis inkább a térde akadt le. Csemár bedobás. Tessel nem jött össze Olá részéről. A fehérváriak próbálkozhatnak. És emberelőnyben van egy kicsit most a fehérvári csapat, de Horváth szépen szedik. És most kicsit meg is állíthatja a játékot. Közben ismét melegít egy cserejátékos a vendégeknél. Közben pedig szélen játsszák meg azzal a labdát. Talán találnak egy kis rést. Szabad rúgás. Hátul találtak csak üres embert a fehérváriak. És próbálkoznak egy-két csellel. Nézzük, Horváth kigurítja oldalra, és a szélen próbál, szélen szélről indították be Oláhot, és nagyon szépen Olá elé került a labda, amit a játékvezető lefúj. Tehát érdekes, Oláhot látta szabálytalannak a játékvezető.
41. perc. És az állás továbbra is 1-1. Itt a Sóstóin. Megint szélről próbáltuk meg bejátszani. Közben pedig a nézőket megjutalmazza. Fehérvári játékos egy labdával. Úgy kirúgta. Csemer megy labdáért. Ő kéri. Csemer kéződődik be dobáshoz. Csemer megint be akarja dobni, de nagy az értetlenség. És szép nagy bedobás, amiből talán helyzet is lehetett volna. Na, ez volt a kéz. Csemer nagyon szépen harciasan játszik. Lövés, Horvát pedig tökéletesen véd. Nem tudom, hogy a második fél időre mi lesz a koncepció, de változás kell mindkét csapatnak, mert ez, hogyha így megy tovább, ez egy erős X gyanús mérkőzés. Nem találnak nagyon fogást egymáson. Pontrugásokat pedig ki kell használni. Úgyhogy mindenféleképp muszáj valamit változtatni. Nyugalomra inti a fehérvári játékos csapattársait. Lassan következik a pihenő is. Továbbra is 1-1. Hú. Nagyon pontos adás. Feladótól a címzettig tökéletes volt a leadás levétel. Na nézzük. Talán a vendégek most találnak fogást. Eladott labdával nem, de hogyha ibára kényszerítjük őket, abból lehet valami, de nem így. Arra is kell ott embernek lennie. Gyönyörű becsúszás, abszolút labdára ment. Csemert próbálják megjátszatni. Pontatlan most a játék, nagyon. Gyönyörűen jött ki Horváth a kapujából. Gyorsan még leúszta a fehérvári támadó előtt labdát, és a bíró pedig lehúzza a mérkőzés első fél idejét hosszabbítás nélkül. Lesz mit változtatni a csapatoknak. Az eredményen kívül is. De eddig egy visszafogott, szolid meccsen Székesfehérvárnak a Olvidi másodcsapata 1-1-es döntetlenre áll az Ajk. Hamarosan visszatérek én is a játékosokkal együtt.
Ezt be kell vágni, nem szabad puskázni minden egyes lehetőséget. Egyébként itt pálya mellett pedig a Sóstói stadion látható, ami most fog felépülni. Az Európa Ligában szereplő MOL Vidi csapatának a stadionja. Ez így fogja őket fogadni a második csoportmérkőzésen. Na de ennyit a házigazdáról. Egy dobás. Húha. Is eljut majdnem fél pályára. Közben pedig rengeteg harkat meg. Szögletet jelez a nem pedig nincs egyetén belül. Nem fogja. Szépen kisütötte a labdát. És egy ajkai. Még nem múlt el a veszélyhelyzet, de nem volt érkező fejelés, sajnos. Pálkai pedig szépen ki. Székesfehérvári bedobás. Ami ember. Van a labda. Köles. Tovább Olához, hogyha eljutott volna, az jó lett volna, de nem így. Ötvenedik perc, továbbra is 1-1 az állás. Pálkai fejlés. És egy szép nagy kirúgás, ami a pályán kívül ért célba. Nem tudom melyik faluba. Fehérváriak próbáltak meg. De nem sikerült, de aztán pedig visszaszerezték hibára kényszerítve. És Pálkai pedig egy sárga lapot kapott.
megbeszéli közben a taktikát. Horvát kettes sorfalat kér. Közben pedig valami külföldi imát hallhattam. Köles pedig jöhet kifele a vendégcsapat. Igen, csak megtartja a labdát. Nél a labda. Kítani. Majd a másikon. Köles. Szépen. Csizmadia. Beadás. Ott lehetett volna érkező, de most sajnos nem volt. Beadás. És az kézmunka volt. Ezeket észre kéne venni. Fehérvár itt, hibára kellett kényszeríteni, így is lett, és ennek gyümölcse pedig egy szöglet. Nézzük, tudnak-e valamit kezdeni vele. Csemer fut, áthajol, látom. Igen, csak sajnos nagyon távol áll tőlem. Már neki készül, neki fut, lő, és húha, hogyha ezt a kapus nem tolja föl, valamelyik ajkai nagyon könnyen rávállalhatta volna fejjel, de ez nem így lett. Másik oldalról szöglet. Szabadult fel a fehérvári kapu. És még nagyon hisz egy nagyon nagy beadás volt, de valahogy lövésnek irányult. Kapus lélek jelenlétének köszönhető, hogy nem lett 2-1. Nagyon komoly beadás volt. És erről is lemaradunk. Most pedig pontrugásból pedig meg lehetne fogni az ellenfelet. Kíváncsi vagyok, hogy a játékos ráfogja valakire az esését. Nem úgy néz ki. Üresen Köles. Észre is veszi a csapattárs. Köles talán be is indulhat. Vagy inkább lepasszolja. Úgy van. Köles. Badása. Húha! Hát ez egy headshot volt, angolul szólva. Eléggé komoly. Belepislogott kedves játékosunk a labdába. Mármint Vastag Richard. Aki 1999-es születésű egyébként. 9. hó 11-ei egész pontosan. Ajkai bedobás.
senki nem mozdult rá. Senki az égvilágon. De még mindig nem szabadult fel az ai kapu. Talán most. De a kipattanót nem vállaljuk el. Próbáljuk tovább játszani. Köles beadja. És... Ajjaj. Kifele ítélt a játékvezető. És nagyon a pontrugásokból próbálnak előnyt kovácsolni a vendégek. Egyelőre nem jött össze. Semmi nem volt. Közben a játékosok által szamurájnak becézett játékos pedig földre hullott. Jó 30 méterről végezhetik el a fehérváriak. Szabadot. Minden. Féleképp beadásra készülnek. Beadás, fejes. Horvát jöhet. Kirúgással. Kevésbé volt veszélyes ez a helyzet. Horváth pedig kicsibe választja a csapattársát. Szélről próbálják meg fölvezetni a labdát. Egyénileg cselezgetve. Ám a megindítás pedig pontatlan. Nem lenne jó most botlani. Úgy gondolom. És innen a pályaszéléről pedig azt is látom, hogy csere. Lesz, csere lesz végrehajtva a vendégeknél, ugyanis Horváth Péter fog bejönni, akinek az az egyik nagy érdekessége, hogy szinte mindig akkor talált be, amikor csereként állt be. Tehát, ha most lehetne fogadni, én fogadnék arra, hogy be fog találni, de mivel nem lehet, ezért nem. Bal szélen indulnak meg a vendégek, majd befele játszva kicsit. A székesfehérváriak pedig leveszik a labdát. Köles nagyon szépen megindul az embere mellett. És gyorsan el lett végezve. Fehérváriak pedig majdnem, hogy kikísérték, de inkább kirúgták, úgyhogy bedobással jön a vendégcsapat. És a csere pedig most lesz. Horváth Péter áll be. Az, hogy ki jön le, azt egyelőre még nem látom tisztán. De hamarosan azt is megtudom, ugyanis a 17-es mezzszámmal pedig Illés Dávid játszik, ő hagyta most el a pályát. Hatvanadik percben járunk. Több lehetőség is volt a vendégcsapatnak a második félidőben, egész pontosan 3, de valahogy nem volt rá érkező. Mind 3 egyébként szögletből volt. Közben megint elkezdenek az ajkai drukkerek felé lénkülni. És egy bedobás, majdnem hogy a szöglet zászlótól. Nagyon szépen megtartják a fehérváriak a labdát, majd pedig szöglet. Lesz, mert mégse tudták olyan jól megtartani. Jelzi az asszisztens. Talán csak... De nem, most nem őt látom. Csemer inkább
16-oson belül várja a lehetőségét, inkább a 16-osnál. És kirúgás következik a bíróval, amit ott benn szabálytalannak látott. Úgyhogy jöhet ki Molvidi. Fehérvári kirúgás, ami eléggé pontatlanra sikeredett. Ebből pedig Horváth megindulhat. Horváth pontatlanul passzolt, de egy nagyon szép labda szerzés láthattunk. Az oldalt lévő pedig bíró pedig jelzi, és egy verekedés alakult ki. Úgyhogy megy a forró fejűség, nem kell balhézni, vágni kell egy gólt, aztán el van döntve. A játékvezető magához ítéli mindkét játékost. Jól áll. Talán Nagy kap egy sárgát. Így van. Így van, így is lett. Közben pedig 11-18 méterről, igen, de nullszögből pedig egy szabad rúgás kerül elvégzésre. Amit legjobb lenne góllal büntetni. Az előző szabálytalan megmozdulásokért. Nem jó. És a partjelző se tudja, hogy ez még mi volt. Bíró se nagyon. Legtöbb játékos ugyan szöglethez készülődik, úgyhogy valószínűleg szöglet lesz, így van. Zajkai játékos már el is ment a nap. Talán valami kialakulóban lehet. A negyedikből pedig nem nagyon, de múlt el. Közben pedig Köles frissített, és a Fehérvár pedig cseréhez készülődik. Az előbb beszéltem pont a Fehérvár 5-ösről, Vastag Richardról, és ő hagyta el a pályát, és Ódor Máté érkezik helyére. Az az Ódor Máté, aki pedig 2001-es születésű, tehát ő pedig 17 éves lett az idén. Érdekes lesz, mennyire bírja. Tömire pedig egyébként egy kezdőjátékosról van szó, most ugyan csereként száll be. De ez sok statisztikából. Van ráérkező! Nincs gól, de van, nincs, hát ez hihetetlen, és hányadjára fogasz be, 3-4 helyzet hirtelennyébe. Ez Schindler Szabolcs sem bírja annyira nagyon, inkább nyúl egy vizes palackér, kicsit frissíti magát, hidratálja magát.
Hát ez pedig ki kellett volna használni. Mindenféleképp. Férvári kirúgás. Ami megint pontatlanra sikerült. Az utóbbi kettő valahogy nem jött össze. És megint egy hajkai bedobás. Köles. Látom. Schindler edző úr kitakarja, de igen, Köles. Pontatlan játékot játszik most nagyon a csapat. Ami nagy hiba. Ugyan lehet hibázni a szezonban, de hogyha hibázik is a csapat, akkor inkább a bajnokság vége fele legyen az. Hiába vezet most az Ajka 5 ponttal. Minden egyes pont aranyat ér. Vagyis hát inkább minden 3-as pont, mert egy ponttal most nem lennének megelégedve, úgy érzem. A pontatlan a játék. De láttunk már ebben az idényben 90. perc után született gólokat, és pont Horváth Pétertől, aki akkor is csere volt. Gondolok a pápai rangadóra. És az is idegenben volt. Ez is most idegenben van, Horváth be van cserélve. És 90. percig van még, egy 23-4 perc. Pákai pedig tökéletesen befutott a Videóton szamurája elé. És most pedig egy kicsit felszabadul a Videóton. És sárga lap műesésért. Sárga lap műesésért. Így van. Pedig már nagyon sokan felugrottak, hogy ez büntető lesz. Hát büntető, hát igen, a fehérvári játékos büntetik. Ez pedig a negyedik sárga lap a mérkőzésen. Nekinek meg a hibát. Belefér. Hogy egyet leszámoltam, de nem, ez a negyedik. Horváth kirúgja. Sipszóra. Ez érdekes volt. És jöhet az Ajka. Gyorsan. Gyorsan elpróbálják végezni. Kovács. Hátra. Oláhot próbálták megindítani. Éppensége nem nagyon sikerült, kirúgással jön a Molvidi. Közben pedig ismét egy cseréhez készül a vendég csapat. Azt is hamarosan megtudjuk, hogy ki kinek a helyre érkezik. De azt előre meg tudom nézni, sőt mondani is, hogy Molnár Tibor érkezik az Ajkai csapathoz. Persze a helyzet után, 16-oson belül, pontatlan labda fehérvári lábhoz ért. És onnan került felszabadításra, ám de nem teljesen. Hiszen az Ajka játékos résen van. És ez meg, hát, passzolás lehetett talán az ellenfél kapusának. Lest jelzett az asszisztens. Köles gyors elvégzi. Kovács. Csizmadia. Nagyot próbálják megindítani. Nem nagyon sikerült. Egyébként a bajnokságban pedig kettő olyan csapat van, aki még nem kapott ki, és kapufa! Fúha! Most a szerencse se állt mellénk. Hát, hogyha a kapunak a vas szerkezete talán szögletes, akkor ez bepattan. Így, hogy kör alakú, vagy henger alakú, így nem.
De egyébként ott tartottam, hogy ebbe a bajnokságba. Eddig kettő csapat a 16-ból nem kapott ki, így a hetedik forduló után, ezt még persze még nem számoltam bele, meg nem is számolom bele, mert még nincs lefújva. Ez a csapat pedig az Ajka, a másik pedig a Puskás Akadémia, aki jelenleg az ötödik helyen áll. Úgyhogy nem lenne jó rontani. Úgyhogy ott a helyzet, lemegy Köleshez a szére. Talán Köles valami tud úgy kezdeni a labdával, hogy az értékes legyen. És nézzük, Fehérvárja elvégzik a szabad rúgást. A rendes játékidőből már csak 18 perc van hátra. Nem olyan sok idő, de nem is olyan túlságosan kevés. Még lehet itt alakítani az eredményen. Persze az nem szabad hibába játszani. Most nem is játszottunk, mert szépen kivágták a védők. Csemer próbál menni. Beadás pontatlan. Köles hátra, vagyis Köleshez hátra. Köles szére, Horváth Csizmadia. Eddig szépen kidolgozott helyzet. És csere lesz ismét, most pedig a hazaiak részéről. Hetes számmal érkezik. A fehérvári játékos, és 11-essel jött le. Jelenleg nincs olyan statisztika a kezemben, amivel meg tudnám nézni, hogy ki hol mit, de hamarosan lesz. Kapus kirúgás. Ez nem volt teljesen tiszta, de próbálnak megindulni a fehérváriak, de nem engedi. Nem engedi az Ajka. Tehát Komódi Kevin jött le, és helyre pedig Pápai Kristóf érkezett az előbb. Közben pedig 16-oson belül. Ott a lövés, ott a helyzet még mindig, amit elkapkodnak a játékosok. Pápai Kristóf egyébként nemrég töltötte be a 20. életévét. Tehát a fiatalok azért, a nagyon fiatalok megnehezítik a vendégek dolgát. Annak ellenére, hogy a 8. helyen állnak a tabellán. 5 perc maradt a mérkőzésből. Pákainak nagyon csúnyát oda csaptak. Szamuráj fiú oda könyökölt egyet. Közben pedig költői kérdések is hangoznak el ismét. Azt nem maradhat ki egy ilyen presztízsű meccsből. Szélről próbálnak valamit kezdeni a vendégek. Beadás pedig elképesztően pontatlan. Megint jöhet ki a Fehérvár. Ez a mérkőzés nem túl meggyőző. De ezzel szerintem egyetértenek a legtöbbek. 14 perc. És az állás, most hát 14 perc maradt a mérkőzésből, és az állás továbbra is 1-1. Csizmadia. Kovács próbálkozott, Köleshez kerül a labda.
kölestől pedig kigurul. Fehérvári bedobás. Fehérvári ide-oda játszma, ami az ajkánál köt ki. Lehet felépíteni valamit. Csemernél a labda. Csemerhez vissza. Keresi az emberét. És azt hiszem, hogy ma is találta, ugyanis nagyhoz hajszál pontosan. Köles. Valamit lehet-e kezdeni vele, az teljesen tisztán labdára ment. És a játékvezető ítéletével nem értenek egyet a játékosok, ugyanis legtöbbek ajkai bedobást láttak, hogy az fog következni, ehelyett pedig Fehérvár jön. Pálkai fejről. Erdélynek nyitnia. Nagyon nagy hiba, és most lehetne lekontrázni, ugyan nem, de letámadni le lehetne, persze, hogyha nem hibáznának most a vendégek. Tizenkettő perc maradt ebből a mérkőzésből, és még bármi megtörténhet. És most kezd kicsit felpörögni a játék, kicsit agresszívabbra veszik a formát, kicsit harcosabbá, ez kell a meccsnek. Nézzük, valamit tudnak-e vele kezdeni, szépen a fordulat. Tovább köleshez. Aztán vissza Köleshez. Köles pedig beadja. Érkező pedig. Hát volt rá, de a Fehérvári kapucs pedig nagy b***ott be. És szöglet következik, tehát még nem szabadul fel a Fehérvári csapat kapuja. Drukkerek is rákezdenek. Beadás pontatlan, túlságosan. Közben pedig egy oda-vissza ráncigálást láthattunk. Úgy hozti, hogy Fehérvár jöhet. 10 perc a rendes játékidőből. Csere nem hiszem, hogy nagyon... Vagy csere? Beszélek itt zöldségeket hosszabbításról, hosszabbításra, és nagy hosszabbításra kevés esély van, közben pedig egy fehérvári akció kibontakozóba. Érkező ugyan van rá, de eltolja, és nagyon szépen játszik az ajkai védő. Így erről van szó. Most pedig az ajkán van a sor, hogy ön mutasson valamit. Hogy miért kell megnyerniük ezt a mérkőzést. Nagyon nagy lövés. De blokkolták a hazaiak. Köles. Még megtartják szélen. Következik. Én is látom, a játékvezető is látja. És most már a játékosok is látják. Közben pedig Major Norbert is melegít. Úgy látszik, be fog érkezni. Ideje volt. Közben pedig nem volt túlságosan veszélytelen, de túl veszélyes se.
ez a támadás. Nagy, szépen lazán lekezeli, és nagyon elrontja a beadást. Nem épp egy meggyőző beadást láthattunk, de a fehérvári kapus pedig játékba hozhatja a játékszert. 8 perc van még a rendes játékidőből, de ez már kevesebb. Szabadrugás. Erdei. Pedig nem értette, hogy mit miért. Játékvezető pedig elbeszélget Erdei Gáborral. Jót beszéltek. Aztán vissza is megy a helyre védekezni. És egy jó 27-8 méterről pedig elvégezhetnek egy szabadrugást. A hazaiak persze. Nézzük, hogy ugye nem lesz itt olyan dráma, amiből nem az Ajka jön ki jól. Horvátnak ez meg csak kocsant. Rólta volna egész életébe. Most lehetne picit zavarni őket. Úgy, jól is sikerült a zavarás. Nagy elől pedig leszették a labdát. Két kézzel pedig löknek egyet. Schindler edző pedig kezd kicsit feszülté válni. És most pedig biztatja a csapatot, hogy gyerünk srácok, gyerünk. Lövés, új, mekkora védéssel párosítva, gyönyörű. Kell ez most, hát ha beakad egy. Persze abba a kapuba. Szöglet. És az Ajka drukkerek pedig most a leghangosabbak. Érzik, hogy itt még lehet még változtatni a fennmaradó 6-7 percbe. Bedobás. Fehérvári bedobás persze. Nézzük. A videóton szamurája ismét. Aztán elhagyta. Húha, ez nem volt egy teljes tisztázás. Kovács pedig szépen, hát szerintem inkább maga elé kellett volna tennie. Az a legbiztosabb. Erdély pedig tisztáz. Mielőtt valami komoly probléma adódna a vendégtér felén. Mármint az ő sajátjain. Hazai bedobás, hátrafele játszanak. 5 perc maradt még, de még mindig lehet változtatni. Nem nagyon indult el a fehérvári játékos, de most pedig próbálják beszedni. Kevesebb sikerrel. Fehérvár próbál valamit kialakítani. Köles pedig szépen összeszedi a labdát. Nem jó. Közben pedig sérülés miatt áll a játék.
ebből lesz... ebből lesz egy kis orvosi ápolás, vagy nem? Nem, nem lesz. Úgyhogy... Székesfehérvári szabadrúgással folytatódik. Mérkőzés 86. percében a mérkőzés. Badás. Les. Nagyon jól védekezik most a vendégcsapat, és most kéne minden erőt bedobni. Azért, hogy 3 ponttal távozzanak vendégként, ne egyel. Szerintem azzal nem lennének túlságosan megelégedve. Beadás. Szép levéte. Ponthatlan lövés. És ebből még lehet valami. Hát egy kapusvédés lett ebből. Nem lehet találni fogást az ellenfeleken. Ugyanis egyik csapat se tudja a másikat megfogni. Pálkai pedig szépen fedezi is a labdát, előre is rúgja. Hazai bedobás, saját térféről. És helyzet, Horvát pedig elképesztően nagyot védett. Hát ezzel a védéssel szerintem most az 1 pontot megmentette, és most már elkezdhetjük lassan azt is értékelni, hogy... Vagy inkább... Hát nem. A meccs képéhez ez passzol, ez az 1 pont. Bár senki se boldog vele annyira, de persze jobb, mint a 0. Szöglet. Közben beleléptünk a 89. percbe is. Labda mögött a Fehérvár, el is végzi a szögletet. Szép kifejlés. Nagy. Nagy pedig megindul. Horvát Péter. Nagyon szépen. Kapura lövi. Belemozdult ugyan egy játékos, de még bent tartják. Ott a helyzet. Mekkora helyzet? És nincsen gól. Nincsen gól. Azért az utolsó másodpercekre azért marad izgalom bőven. Előbb egy nagy fehérvári helyzet, most pedig egy nagy ajkai. Hú. És még bent tudta tartani a csapatása. Horváth. Kapusához. És nem nagyon jeleztek. Tehát most... Ebből gólnak kéne kijönnie. Nagyon szép indulás. Miért nem fordult be? A játékos sokan hibáztatják. Ott a helyzet, fejelés, és a kapus ismét kifogja, te jó ég. Azért itt vannak izgalmak az utolsó másodpercekre. Hát, most pedig jöhet a Fehérvár, ezt most akkor pedig már muszáj kivédekezni a vendégeknek. Időn túl vagyunk. Talán ezt még engedi a játékvezető. Mindjárt rá is néz az órája. Még nem látom. Szép védekezés. Nagyon jó védekezés. És még ezt is talán engedheti, de akkor ezt zárjuk le góllal.
nagyon egy szabálytalanság volt, és sárga lappal jutalmazzák a fehérvári játékost, és az utolsó helyzet jöhet a mérkőzésen. Ezt muszáj kihasználni. Nagyon muszáj. Több szurkoló is reménykedik a drámai gólba. Labda mögött az ajkai. Beadáshoz készül, beadja. És ez egy nagyon rossz beadás volt, amivel valószínűleg véget is ér a mérkőzés. A játékvezető most nézte meg az óráját. És itt inkább már a lefújásban bizakodnak a fehérváriak. De még nem fújja le. Sporttárs. És itt még résen kell lenni a vendégvédőknek. És hosszabbítás? Van hosszabbítás, csak nem jelezték senkinek se. A játékosok is kérdezik, hogy mennyi van hátra. És az egy brutális nagy esés volt. És az orvosi stáb azonnal fut be. Hát ez egy nagyon nagy esés volt. És ezzel fog valószínűleg mindjárt véget is érni a mérkőzés. Többen is oda mentek aggódni. Még nem tudni semmit. Csak azt, hogy áll a játék. De hál' Istennek a játékos hamar fölpattant. Talán az óra vérzik, ha jól látom. Őt le is battyog a pályáról. A játékvezető pedig belefúj a sípjába. És mindjárt jelzi a hármas sípszót. És így is lett, tehát Székesfehérvár otthonába másodcsapattal X-elt vendégként az Ajkai együttes. Az NB3 nyugati csoport az NB3-as nyugati csoport 8. fordulójában, nem a harmadikban. Már is összezavarodtam picit. Hát egy nagyon sok hibával teli mérkőzésen. A fiatalok a egy-két évvel idősebbekkel egy X-et játszottak, úgyhogy az Ajkának most csak egy pontot sikerült elcsennie vendégként, de ez is tökéletes a játékhoz képest. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak. Legközelebb is tegyenek így, viszont hallásra.